Sok szeretettel köszöntöm Ablonczi Balázs történészt Kolozsváron, aki a Trianon mitoszokról szeretném kérdezni, illetve erről fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben. Ugye Trianonról rengeteg olyan legenda és mitosz, pseudotudományos ismeret terjed és terjengi már 100 éve a nagy közönség és a kollektív mentalitás világában, amelyet ugye a történészeknek, legalábbis a magyarországi történészek egy részének fő szerep jutott abban, hogy ezeket, illetve önnek különösen, hogy ezeket a mitoszokat lebontsa, vagy esetleg az ezek mögötti valós történelmeséget bemutassa. Melyek ezek a tévhitek, és hogyan dolgozott ön azon, hogy ezeket a mitoszokat a történelmi források alapján bemutassa? A végéről kezdem. Én ezeket általában ezeket a történetként hallottam a családomban, a gyerekkoromban. Egyébként volt olyan, amit erdélyi utazások során, így ismerősöktől, barátoktól. És akkor, amikor egy olyan, hát több mint 15 évvel ezelőtt szóba került, hogy egy projekt a 20. századi magyar történeti tévhitekről, meg mitoszokról, bár én megmondom őszintén, a mitoszot nem szeretem, mert nagyon elhasználták, és közben ennek van egy hatalmas mögöttes háttere, ami ennél sokkal komolyabb, mint hogy a mítosz egyenlő mese vagy kitalálás, tehát hogy ennek azért komolyabb gyökerei vannak a kulturális antropológiában, ez egy másik történet. Tehát akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, tehát itt ugye olyan dolgokra kell gondolni, mint hogy Georges Clemenceau francia miniszterelnöknek volt-e magyar menye, és hogy ezért utálta-e a magyarokat, vagy hogy hajózható folyónak állították ebbe az Ipolyt, meg a Ronyvát, ezek ilyen határfolyók, vagy határpatakok egész pontosan Észak-Magyarországon. Vagy hogy Aponyi Albert hány nyelven mondta el a beszédét, hogy melyik Trianon kastélyba írták alá a békeszerződést. Na, még a mai napig, most már egy kevésbé, de még a mai napig is nagyon elterjedt Magyarországon, hogy másutt is, hogy a kis Trianon palotát jelölik meg, holott nem, tehát a nagy Trianon palotába írták alá a békeszerződést. Igyekeztem utána menni annak is, hogy valóban használtak-e ilyen hazafias szellemű honleányokat, vagy kénőket, kinek hogyan tetszik azért a román vagy a szerb diplomaták, hogy a maguk oldalára hajlítsák az Anton döntéshozóit. Szóval, hogy ezek voltak azok a történetek, amik megfogtak. És ugye nagyon sokszor ezeket nagyon nehéz utána menni a valós gyökerüknek. Tehát, hogy ez már egy ilyen filozófiai probléma, hogy lehet-e valaminek a nem létét igazolni. Mert itt ugye arról van szó, hogy nekem mindegyikre el kellett volna mondanom, hogy ez nem igaz. Egyébként nagyon érdekes, hogy valamiféle valóság magva, nem azt állítom, hogy ezek igazak, sőt, valamiféle valóság magva mindegyik ilyen történetnek van. Tehát Georges Clemenceau-nak volt magyar menye, voltak olyan párizsi román szalonok például, tehát olyan irodalmi művészeti szalonok, amelyet román származású arisztokraták vezettek, és komoly szerepet játszottak benne. Volt probléma a határ kijelöléssel, Sátoraljaújhely és Balassagyarmat térségében, ahol az Ipa és a Ronyva folyik. De ezek mind, tehát a valóság maga itt lehet ezeknek a történeteknek, viszont ezek tulajdonképpen valahogy legendásodtak, vagy folklorizálódtak, mondjuk így, és egyfajta ilyen világmagyarázattán nőtték ki magukat, és itt érzem ezt egy kicsit problémásnak, tehát önmagában nem gondolom azt, hogy rettetesen nagy probléma, hogy valamiről legendák kelnek szányra. Gondoljunk Mátyás királyra, meg az áruhára, mindjárt én is meséltem a gyerekeimnek ezeket a történeteket. Amíg tudjuk, hogy ez mese, vagy ez kitalálás, de az, hogyha rögtön, ha belemegyünk egy tudományos típusú magyarázatba, mondjuk a 15. századi magyar nagyhatalomról, akkor tudjuk, hogy ezeknek a meséknek nincs különösebb szerepük, és a fejben ezeket szét tudjuk választani. Most Trianonnal kapcsolatban az látszik, hogy ezeket mintha nem tudnánk szétválasztani, mert túl régen történt, vagy túl nem annyira régen történt, tehát túl közel van hozzánk, túl sok embert érint, túl sok személyes tapasztalat van vele kapcsolatban, és ezeket próbáltam fölfejteni, és én nem... És azért is nem használom a mítosz szót, mert akkor rögtön a mítosz rombolás szót kéne használni hozzá, amit szerintem én nem, ez nem mítosz rombolás, szerintem, vagy én legalábbis meg vagyok róla győződve, ez egy nemzeti önismeret, vagy igazmondás még inkább, amire minden nemzeti közösségnek szüksége van az igazmondásra, és én ezért tartottam ezt fontosnak, hogy tisztálássuk magunkat meg, hogy mi miért történt velünk. Tehát, hogy a trianoni békeszerződés az nem egy tényezős folyamatokból áll össze, hogy Clemenceau összeveszett az anyó, nem szerette a menyét, meg hogy valakik hazudtak az Ipolyjal kapcsolatban a csehszlovák békedelegációban, vagy a határkijelölő bizottságban, hanem ezek nagyon több tényezős, komplex folyamatok. Mondjuk nincs illúzium, tehát széles társadalmi rétegek sose fognak nagyon összetett, ilyen egyfelől, másfelől, harmadrészt típusú mondatokkal gondolkodni ezekről a problémákról, de azért mégis meg kell próbálni, mert hát bizonyos értelemben ezért kapjuk a fizetésünket.
Ugye említette, hogy mitoszrombolást kerülni, vagy a fogalmat ellenben, például Lucián Bolyát, ugye a Román Tudományos Akadémia, mint akár most már a közbeszéd is, a román, vagy akár a magyar sajtó mitoszromboló történetírónak, történésznek nevezi. Egyáltalán létezik-e ilyen vonulat jelenleg a történetírásban, hogy valaki mitoszromboló történész legyen? Van, hát engem is szoktak ide kötni, van Háner Péter, akit én nagyon becsülök, a Pécsi Egyetem tanára, most már több nekifutásban publikált 100 legenda, tévhit, 110 legenda, tévhit, stb., ahol nagyon érdekesen és plasztikusan, és az olvasószámra is megjeleníthetően mond el, nem csak magyar, hanem nemzetközi, vagy a egyetemes történelmből is ilyen legendákat, vagy mitoszokat. Szerintem ez önmagában nincs baj, és ahogy Lucián Bolya ezt előadja a román közéletben, tehát ez olvasmányos, tényleg emészthető formában. Én Magyarországon is valami hasonlót próbálunk a kiadóval, ugye most már a műveim körében, nem az én műveim köré, hanem kollégáim is beszálltak, és van egyfajta modern magyar történelemmel foglalkozó könyvsorozat, most már több mint 30 kötet jelent meg ebből, ami főleg a 20. századdal foglalkozik, és az... viccesen így szoktuk megfogalmazni, hogy ebben olyan könyvek vannak, amelyen nincs csak lábjegyzet, és ki lehet vinni a strandra. Tehát, hogy ez a történetírás kozmopolita magazin strand változata tulajdonképpen. Tehát, hogy egy a művelt embernek is szóljon, de ugyanakkor ne legyen nagyon tudományos. Tehát, hogy valahol a kettő között megtalálni valami utat, mert még Közép-Európában élünk egyébként, mindegy, hogy Romániában vagy Magyarországon, és az emberek még olvasnak könyvet, ez az egész döbbenetes, és olvasnak történelmet is. Ami azért fontos, mert azt tapasztalom, hogy például az irodalom történet már messze nem fog meg annyi ember, tehát hogy a nyelve annyira áttechnicizálódott, most ezt nem bántásként mondom, hogy az a hajó már elment, mint mit tudom én, Szerbantal kapcsán, akinek az irodalom történetét a paplan alatt olvasták, mert tilos volt. Ma már nem hiszem, hogy a paplan alatt olvasgatnának irodalom történetet. Az emberek persze lehet, hogy tévedek, csak ugye egy nagyon technikaivá vált a nyelve, és ez talán kevesebbek számára befogadható, vagy egy speciális képzést igénye. Még a történettudományban is van egy ilyen fordulat, kétségtelenül, csak meg kellene próbálni megteremteni azt a hidat az olvasók, művelt olvasók és a szaktudomány között, hogy az a tudásunkat át tudjuk adni valamilyen módon nekik, és ez igazából ez hívta életre ezt a könyvet is tulajdonképpen. Én nem kimondottan foglalkozom mitoszrombolással, azóta a könyveimben magyar-keleti gondolkodással, meg hasonlókkal foglalkoztam, nem most éppen a trianoni menekült kérdéssel, tehát én nem mitoszokat akarok feltétlenül rombolni, nem ez a mániám. Csak így alakult, és ez egy jó projektnek ígérkezett, és egyébként az eladási számok, meg minden más ezt igazolta, hogy erre van kereslet, és az emberek keresik az ilyen típusú felvilágosítást. Ugye, ha már történetírásról beszéltünk, akkor ki kell emelni, vagy meg kell említeni a Trianon 100 projektet, aminek az elmúlt egy vagy másfél évben már rengeteg fontos munka született ennek a projektnek a keretén belül, akár ön vagy a kollégái tollából. Néhányat, ha esetleg tudnám mondani ezekből a könyvekből, illetve hogyan születtek ezek a forráskiadványok. Ugye ez a Trianon 100 kutatócsoport, erről sok csacskaság elhangzott, hogy ez mi is tulajdonképpen. Ez a Magyar Tudományos Akadémiának egy tudományos projektje, egy lendület kutatócsoport. A lendület pályázat az akadémiának egy ilyen, hát a fiatal, meg már nem annyira fiatal kutatóknak egy ilyen nagyon szigorú pályázati rendben meghatározott pályázata, tulajdonképpen ami a magyar tudomány finanszírozás viszonyai között relatíve kiegyensúlyozott finanszírozással jár 5 éven keresztül. Ebben nem csak bölcsészettudományi projektek vannak benne, tehát sőt főként természettudományos projektek, amik azért költségigényesebbek. A mi projektünk volt az első, történészek már kaptak korábban is lendületet, tehát ez 10 éve működik. És miénk az első, ami egy hangsúlyozottan jelenkori, tehát 20. századi lendületpályázat. 22 emberrel dolgozom együtt, illetve hát annál is többel, mert vannak, akik időközben csatlakoztak be. Ez egy 5 éves program, 2021-ig tart, és azt vállaltuk, hogy hát részben tudomány népszerűsítő, meg tudományos cikkek, meg könyvek, meg konferenciák révén próbáljuk felfrissíteni a tudást, azt a tudást a trianoni békeszerződés körülményeiről, ami esetleg hiányzik a magyar társadalomban. Ennek vannak különböző ágabogai, amivel most nem untatnám a nézőt, mert ez fönn van a honlapunkon is, amit angolul is igyekszünk tölteni, sőt vannak bizonyos cikkek, amiket románul is néha megjelentetünk. Ami már megjelent, Ceiler Miklós kollégám kiadta a Magyar Békedelegáció naplóját, tehát hogy van egy eddig soha nem publikált iratanyag, ami arról szól, hogy hogyan is dolgozott a Magyar Békedelegáció
Versailles-ban, illetve hát Neuilly-ben és Párizsban, és a nagy örömmel mondhatom, hogy most már olyan sikere van magán, pedig ez nem csak egy száraz okmány kiadás azért, mert nagyon sok kép van benne, korabeli forrásanyag, tehát igyekeztünk egyfajta tanári kézikönyvként is, hogy tanári kézikönyvként is hasznosítható legyen, és most már a harmadik kiadásánál tart, tehát hogy ami szokatlan ilyen típusú forrásközlésnél. Most a hetekben jelent meg Juhász Balázs kollégám szerkesztésében az Olasz diplomáciai dokumentumok és a trianoni békeszerződés címmel egy okmánygyűjtemény, tehát az egy olasz diplomáciai dokumentumok egy nagyon bőséges bevezetővel és annotálással ellátva, és szintén a napokban jelent meg, az a Magyar Nemzeti Levéltár és a Libri kiadóval közösen egy Trianon arcai című kötet, ami eddig soha nem publikált naplók, visszaemlékezések segítségével próbálja mindennapi történetet megjeleníteni. És ez egy nagyon izgalmas, ebbe csak a kollégáimmal nagyjából a kötet egynegyedét írtuk mi, vagy szerkesztettük mi, de igazából az volt egy nagyon érdekes projekt, hogy hogyan jeleníthetünk meg olyan élethelyzeteket, amiket eddig nem ismertünk, menekültekét, nőkét, gyerekekét, tehát hogy nem mindig csak a nagy történetről legyen szó, szakállas emberek deklamálnak valamit, hanem hogy legyen tanítónő, aki leírja, hogy hogyan élt a vagomba, hogyan utasították ki, legyen kisdiák, aki hogyan élte meg, legyenek középosztálybeliek, legyenek olyan nők, akik esetleg ott maradnak, olyan életpályák is meg legyenek jelenítve, akik esetleg itt ott maradnak az adott helyen. Tehát, hogy ezek a különböző életélmények mind együtt bukkanjanak föl, és ahogy látom, egy nagyon jó okmányválogatás sikerült összehozni el Balog Béni és a társai szerkesztésével. Tehát ilyesmiken dolgozunk, most készülben van több tanulmánykötet, konferencia, monográfia, tehát hogy most nagyon zajlik az élet, úgyhogy nekem ez az időm jelentős részét el is viszi, hogy én igazából szervezem a kollégáim munkáját, és alapvetően én a trianoni menekült kérdéssel foglalkozom, meg székely identitással a két háború közti Magyarországon, tehát most ez, ha van egy kis időm, akkor ezzel foglalkozom a kutatócsoporton belül, de általában koordinálok inkább, és mindenféle egzotikus, bürokratikus papírokat írogatok alá. Ugye a projekt nekem említette, hogy igyekszik azért a román tudományos is a nagy közönség felé is fordulni, tehát van néhány cikk, hogy itt lefordítottak, a sajtóban is azért elég szépen igyekeztek legalábbis a román közönség felé kommunikálni. Van esetleg a jövőre vonatkozóan ilyen tervük? Persze, lesz, tehát ami a román történetírásról a kommunikációt illeti, lesz egy workshop, vagy hát kis konferencia, vagy műhely konferencia román, szlovák és szerb és magyar történészekkel most szeptemberben Budapesten. Reményeim szerint októberben visszajövök Kolozsvárra, mert akkor lesz ugye a Babes-Bolyai Egyetemnek egy nagy konferenciáját alapvetően román szervezésben. Ilyen típusú találkozók vannak, és több, erről most többet nem szeretnék mondani, de vannak olyan szlovák és román kollégák is, akik már, tehát formálódnak az együttműködésnek bizonyos formái, közös okmány kiadásokban, közös kötetekben, tehát hogy itt sok minden for, hogy úgy mondjam, az időméhében, de ez mondjuk csak ez egyik fele, tehát az nagyon fontos, azt kell megérteni, hogy tehát miközben ez egy nagyszabású projekt a magyar tudományos élet keretein között, és mi azt ígértük, hogy egy 10-12 könyvvel, de valószínűleg ennél több lesz egyébként a vége, 10-12 könyvvel, sok tucat tanulmánnyal járulunk ehhez hozzá, hogy nem fogunk tudni mindent lefedni. Tehát ez már most is nagyon sokszor kapok ilyen, hát, hogy ez miért nincs, meg az miért nincs. Az ember élete véges, és a bizonyos értelemben az érdeklődése is véges, és vannak olyan dolgok, amiket biztos nem fogunk tudni elvégezni, tehát ez messze nem egy zárt pálya, vagy nem egy zárt projekt, nagyon sokan csatlakoznak hozzá közben, meg vannak, akik ettől függetlenül dolgoznak, és az is teljesen jó, tehát én nem hiszem, hogy nem fogunk tudni mindent, de lényegesen többet fogunk tudni a trianoni békeszerződés körülményeiről, és nem is feltétlen az aláírás ténye, vagy hogy ki írta alá hány órakor az érdekesebben, hanem a bizonyos értelemben az előzményei, és főleg a következményei fontosak a magyar társadalomban. Tehát hogyan emlékszünk rá, hogyan dolgoztuk ezt föl, milyen következményei vannak gazdasági, társadalmi és egyéb tekintetben. Számomra ezek az igazán fontos kérdések, mint a pőre diplomácia történeti leírás. Persze azon is dolgozunk, tehát én most nem lekicsinyelni akarom ezt, csak hogy lehet, hogy azzal többet fogunk tudni mondani a magyar nemzeti közösségnek arról, ami velünk történt, mint az, hogy külföldi diplomáciai források hogyan vélekedtek a magyarokról. A
történelmi tankönyvekben természetesen Trianon jelentős fejezete a jelenkor oktatásnak, úgy az egyetemen, középiskolákban, mint általános iskolákban. Hogyan jellemezni a Trianon képet az oktatásban? Hú, hát ez nagyon nehéz, csak mint apaként tudok erről nyilatkozni. Ugye a fiam most 8-os, az ugye Romániában, hát Romániában is 8-osnak számít, ugye ők tavaly tanulták ezt, 7-es korukban. Hát nagyon őszintén szóval én nem voltam nagyon megelégedve vele, ezt most nem tudom, hogy itt kell-e mondani, vagy sem, de valami ott, miközben tudom, hogy vannak kollégáim a Történettudományi Intézetben, kitűnő kollégáim, akik dolgoztak tantárgyfejlesztőként, nem ennél a kötetnél, hanem másoknál. Most direkt nem is akarom mondani a nevét. Tehát ez nem egy kimondottan jól sikerült kötet, könyv, amit, és nem is biztos, hogy így kell 13 éves gyerekeknek átadni ezt az egész történetet, de ez az egyik fele a dolognak. Én magam azt látom, hogy ez az egész Trianonnal kapcsolatos történet, ez bizonyos értelemben, hát azt nem mondanám, hogy normalizálódás felé halad, csak ha elég sok előadást tartok, meg ilyen népszerűsítő előadás, meg elmegyek iskolákba, meg nemzeti összetartozás napján, meg beszélgetek tanárokkal. Nem tudom, hogy az én működésem révén, vagy nyilván a kollégáim működése révén, de azt látom, hogy egyfajta bizonyos normalizálódás van ebben a témában. Most a szónak abban az értelmében, hogy nem látok olyan, tehát hogy mintha faktuális tudás, mondjuk csak ilyen kis Trianon, nagy Trianon témában, mintha több lenne, mint hogyha az emberek kicsit többet tudnának erről a dologról. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon sok esetben Trianon már nem valamiféle konkrét eseményt jelent Magyarországon, hanem így tulajdonképpen a fedőneve minden rossznak, ami velünk történt. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás oldala is a dolognak, nagyon sokszor elmegyek Trianonról beszélni, és valaki föltesz egy kérdést, és hozzászól az előadáshoz. A második mondatban már nem Trianonról van szó, hogy a békeszerződésről, hanem valami teljesen másról, a tönkrement életéről, a válásáról, meg a tönkrement konyhabútorról, tehát hogy nagyon sok mindenről, és ezek mind életből vett példák. Tehát, hogy ez egy elég nehéz történet, de vannak nagyon jó élményeim, tehát nagyon meglepő módon, és akkor el is mondom, mert szerintem tökre megérdemlik, meghívtak Aszódra, ugye ez Pest megyében egy kisváros, aminek nagyon nagy hírű evangélikus gimnáziuma van, ami 1990 után újraindult. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ez egy 6000-es kisváros, és van egy másik középiskolája is, tehát azt gondolom az ember, hogy nagyon-nagyon érdeklődő diákokkal találkoztam, nagyon józan, normális hangú beszélgetést lehetett folytatni, élénk, világlátott 15-16-17 éves emberekkel. És számomra ezért is tartom fontosnak, hogy velük is beszélgessek. Egyrészt, hogy ne legyen az a képzetük feltétlenül, hogy a történész az valamilyen kopott köpenybe mászkáló, teljesen világtól elszakadt figura. Másrészt megláthatóan foglalkoztatja őket a múlt, de ehhez tudnak bizonyos értelemben kritikailag viszonyulni, nem eltagadva ennek a traumás oldalát, vagy az, ami mondjuk a magyar történelemben nyilván fontos. Tehát, hogy ezek ilyen jó élmények. Aztán persze vannak rosszabb élmények is, amikor az ember megkapja a beosztását, de ez mondjuk a szakmával jár, tehát nem panaszkodom. Köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm.